igazából nem is fontos, hogy kiszerezte azt a gólt, hanem az a fontos, hogy ki vagyunk az EB-n. Beszéltem a mérkőzés közben Egervár és Hándorral, és azt mondta, hogy ez egy folyamat eredménye, ez a siker, és téged hozott fel példának, hogy akkor még ugye Romániában volt ez a hiba, de most már egy meghatározó játékossá értél. Te hogyan látod ezt a folyamatot? Beszéltünk-e itt egy folyamatról? Azért igazából elnézést, nincsen hangom. Próbáltam irányítani a társakat a mérkőzés közben, és elment ez hangom. Fontos annyiban, hogy egy vezér lettél. Igen, ezt köszönöm szépen. Igazából fordulópont volt az életemben az a romániai hiba, hiszen mint tudjuk, ez egy gólt kaptunk belőle, de a közlemény eléggé leírt engem, és akár biztárjába is váltam. És éveken át poénkodtak velem, de én próbáltam ebből feljönni, és próbáltam akár dacból is javítani a játékomon, és újra belépni a válogatott kapuján, és jó játszani. Megkaptam a lehetőséget most a válogatottba, és azt gondolom, hogy éltem is vele. Hogyan látod most a jövőt? Innentől merre vezetett tovább az utat? Hosszabbítottál a kluboddal, de van-e olyan terv a fejedben, hogy esetleg az EB után tovább állni, és egy még magasabb szintre? Igazából azt gondolom, ez még messze van. Én van egy másfél éves kontraktom a Vizslakrakóval, és igazából jól érzem ott magam. Nyilván meglátjuk majd a későbbi lehetőségeket, ha lesznek, akkor nyilván el kell gondolkodni, hogy mi a jó megoldás számomra. Azt gondolom, hogy Lengyelországban nagyon sokat fejlődtem, tényleg 15-20, akár 30 ezer nézőt játszok így hétről hétre, és ezáltal is jobb játékos lettem, és profi körülmények között kell játszom egy erősebb ligába, és igazából most a válogatott hasznára lettem valamilyen szinten, mert játszottam ezeken a találkozókon, és kijutottunk az Európa-bajnokságra. Lehet azt mondani, hogy a krakkóiaknak is köszönheted, vagy elég nagy részt, hogy most itt tartasz? Mert azért a haladásban nem biztos, hogy tudtál volna folyamatosan így tovább fejlődni. Nyilván nekük is köszönhetem, de leginkább önmagamnak, hogy nem csak az edzéseken vettem részt, hanem külön is dolgoztam azért, hogy újra válogatott legyek. És itt vagyok, és kimegyek az EB-n, és nagyon örülök most ennek. Hány fejpár bajt nyertél meg, mert a norvégok azért próbáltak gyakran ezzel operálni? Ez így van, hát elnézést, nincs hangom. Próbáltam irányítani a társakat is, instrukciókkal ellátni, és nagyon elment a hangom meccs közben, és meccs után is az ünneplésben. Hát, nagyon sok fejpár bajt sikerült megnyernem, és azt gondolom ezzel is hozzájárultam ahhoz, hogy elérjük a célunkat. Nem tudom, két mérkőzésen, nem tudok számszerűt mondani, de talán egy százat. Nem, csak viccelek, de örülök neki, hogy sikerült a pár arcaim zömét megnyerni, és ezáltal segíteni a csapatot. Azért a norvégokon látszódott, hogy telt az idő, egyre jobban elkeseredtek, mert hát nem nagyon találták a védelkezésünk ellenszerét. Ez így van, nagyon jól lezártuk a területeket, próbált mindenki a maximumot nyújtani, csúsztunk, másztunk a sikerérést. Csúsztunk, másztunk azért, hogy ez a 25 ezer ember jól érzi magát itt a stadionban, és nem csak ők miattuk csináltuk, hanem mindenki, aki leült a tévé elé, és mindenki, aki szurkolt nekünk végig a sorozatba, hiszen szerettük volna, hogy ők jól érzik magukat, és végül is ők miattuk is csináltuk, ebben a sikerben ők is benne vannak. A védelmet nem bontotta meg végül is a szövetségi kapitány, hanem bizalmat szavazott nektek. Azt gondoltuk sokan, hogy Juhász Roland majd bekerül. Hát Langádámmal jól teljesítettünk az első mérkőzésen, és úgy gondolta a szakmai stáb, hogy másik mérkőzésen is mi kapunk bizalmat. Igazából szerintem ezt így, hogy megnyertük a mérkőzést, ezt meghálálta. Nem tudom, számoltad, hogy hány generáció ment ki azóta a futballból, mióta nem jutottunk ilyen világeseményre? Nem számoltam, de sok, és most nem. Örülök és büszke vagyok a csapatra, hogy most ezt teljesítettük. A második gólnál téged írt, aki gólszerzőnek, mennyi közöd volt a gólhoz? Igazából ott voltam a védővel, próbáltam befejelni a labdát, de nem is tudom, hogy rólam vagy róla pattant be a labdát. Szóval vissza kell néznem. Igazából nem is fontos, hogy kiszerezte azt a gólt, hanem az a fontos, hogy ki vagyunk az EB-n. Köszönjük szépen. Megfigyelhető volt mind a két mérkőzésen, főleg a védőkön, hogy nagyon tisztán, nagyon magabiztosan látszott minden szerelés. A mentális felkészítésnek, vagy a fizikai, vagy taktikai felkészítésnek volt ez köszönhető, hogy ennyire magabiztosan hatékony a védekezeti csapat. Ismertük a norvég támadókat, a szakmai stáb ellátott instrukcióval minket, és
igazából azt vártuk, azt kaptuk, amit vártunk, és igazából ez önbizalmat adott nekünk, hiszen az első párharcot megnyertük, és folyamatosan önbizalmat kaptunk ki játékosok, és próbáltuk egymást segíteni ott hátul, és irányítani, és belehajszolni egymást a győzelembe. A norvégok azt mondták a sorsoláskor, hogy álom sorsolás. Volt egy kis plusz dac a magyar játékosokban benne? Természetesen volt, hiszen minket magyarokat sokan le szeretnek élni, de most azt gondolom, hogy dacból megcsináltuk ezt.